Július 30 és augusztus 7-e között pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek egyetemre azok, akik nem jutottak be a megjelölt képzésekre. A pótfelvételi eljárás során azok a felvételizők adhatnak le jelentkezést egyetlen egy a pótfelvételi meghirdetett képzésre, akik az általános felvételi nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy jelentkeztek, de nem jutottak be egyik megjelölt képzésre sem. Azok viszont nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem oda kerültek be, ahova szerettek volna. Felvi.hu rendszerén keresztül kell jelentkezni, hasonlóan a normál felvételi eljáráshoz. Annyira kell figyelni, hogy itt már csak egy szakot lehet megjelölni, egy helyet lehet megjelölni, és figyelni a pontszámokra a normál eljárásban, mert annál alacsonyabb ponttal pótfelvételi eljárás során sem lehet bekerülni az adott szakra. Székesfehérváron pótfelvételit hirdetett az Óbudai Egyetem Alba Régi Akara, a nappali alapképzések közül a földmérő és földrendező mérnöki szakot, a gépészmérnöki szakot, a mérnöki informatikus szakot, a műszaki menedzser szakot vagy a villamosmérnöki szakot is választhatják a diákok. A pótfelvételire jelentkező diákok jelentkezhetnénk még duális képzésbe is. Itt ezt nem a felvi.hu-n kell megtenni, hanem a duális képzőhelyek valamelyikén. És azért is jó a duális képzés, mert rendszeres jövedelmet kapnak a hallgatók, és akár a önköltséges képzés is finanszírozható a duális képzés jövedelméből. Pótfelvételit hirdetett a Kodolány Egyetem is, a székesfehérvári képzések közül emberi erőforrás, gazdálkodás és menedzsment, közösségszervezés és turizmus vendéglátás szakokra is lehet még jelentkezni.